Kedves nézők, mostan meg szeretném tanítani önöket, hogyan kell a hagymát felvágni professzionális módon. Kell ügyelni arra is, hogy ne az ujjunkat vágjuk el. Hogy pergeled meg a hagymát? Hagyma pergelés, kérem szépen, az aragázat történik. A spórum. Szépen felaprítjuk kockára a hagymát. Szépen. Kell egy ilyen professzionális nagy szép kés. Elsősorban csak a fejszakácsot tudja beszerezni Rudolf. Nem lehet tudni, hogy honnan veszi, de majd megérdeklődjük a stábtól, miután végzünk. Szép pici apróra fölhasítjuk a hagymát. Hogyha nem sikerül rendesen, akkor még egy kicsit bemegszurgáljuk itt. A második fázisban szépen apróra feldaraboljuk a bornyú szeleteket. Szép kockára vágjuk őket. A falatnyira kávé. Mostan szépen felvágjuk a sárgarépát. És kis idő elteltével pedig belerakjuk a fagyma mellé pergelőt. Mostan kérem szépen a segédszakácsom segítségével megkavarjuk egy kicsit a takányicát. Csak itt a fentőt. És miután megkavartuk, utána belerakjuk a fasztunkba. Jó napot kívánunk, kérem szépen! Gianni vagyok, a szakács helyettes. Mostan kérem szépen megpucoljuk a krumplit, aztán majd belevágjuk szépen. Tehát eleinte megpucoljuk szépen a krumplit, jó aprólékosan, ne maradjon rajta a héj. Hát ez beletelik egy jó kis időbe, hát nem egyszerű azért ez a krumpli pucolás. Szép alaposan átnéző, körbe forgatjuk. Így. Jobbról is, balról is. És kérem szépen, már meg is vagyunk. Hát itt úgy látom, hogy van egy kis folt, benne ezt kikaparjuk szépen alaposan. Mivel hát a nem jó krumpli. És íme már is visszajöttünk. Mostan pedig feleprítjük a krumplit. Hát nem olyan apróra, amennyire szeretnénk. Hát kinek szája szerint, mivel vannak kisebbek, meg nagyobbak. Azok szájak, ezt észrevettük, ezt kivágjuk belőle. Köszönjük szépen! Felszakácsú! Köszönjük kívánok! Itt megkérem szépen még a hús mostansúr, meg minden dolgok felül. Sajnos a hús nem nagyon látszik, mivel hogy szerényen bántunk vele, de az öltség is az is egy lényeg. Leszünk. Figyeljen, kedves segédúrna, hogy elvágja az ujjait. Ne aggódjon, szakács úr, hát minden a kezem közt forog.